azt mondta, önök nem vertek meg senkit, csak kényszerítő eszközöket alkalmaztak. Itt a felvételen azt láttuk, hogy ahány ember arra ment a földön fekvő, már teljesen tehetetlen, elszállítható állapotban lévő, egyébként válogatott öttusázót, volt válogatott öttusázót, mindenki megrúgta, megütötte, oda jött egy fél perccel később, és csapott rá egyet. Nézze, ez egy vágott anyag volt. Ez látható, természetes, hadd mondjam végig, igen? Tisztelettel kérem. Erre mondtam én, a legelső perctől kezdve, hogy akinek egyéni sérelme támadt, hangsúlyozom, egyéni sérelme, tegye meg a bejelentését, és az ügyészség ki fogja vizsgálni. Én nem tudok erre mást válaszolni önnek. De ugye Dobozi József dandártábornok nyilatkozott erről az esetről, és ő azt mondta, hogy bizony történtek törvénytelenségek, és azt mondta, hogy az akciót azt addig lehet folytatni, amíg az illető ellen tud állni, utána nem. Tehát akkor ezt ki fogják vizsgálni? Ha az egyén, mint ahogy említettem, egyéni sérelme miatt az ügyészségen bejelentést tesz, a tisztelt ügyészség ki fogja vizsgálni ezt az egyedi esetet. Meg azt a néhány egyedi esetet, ami még van. Hogy fogják azonosítani ezeket az embereket? Mert hogy azonosító szám nem volt rajta. Hát ez a tisztelt ügyészség dolga, hogy beazonosítsa. Általában be tudják azonosítani. De akkor önök nem fogják segíteni a beazonosítást? Abszolút segítjük. Amit az ügyészség kér, mi végrehajtjuk. Mondják a kollégáim, nekem is az előbb eszembe jutott, hogy hát ez az anyag egyébként nem vágott volt, mert nem lehet úgy összevágni, hogy jön egy rúgás, aztán vágok hozzá egy gumibotütést, aztán megint vágok egy rúgást, és egyetlen kamerával lett fölvéve. Nehéz lett volna ezt így összevágni. Az azonosító jelekhez visszatérve, ön azt nyilatkozta, hogy ezek leestek. Elképzelhető, hogy mindenkiről leestek volna egyszerre ezek az azonosító jelzések? Ha megengedi, akkor pontosítanék. Újságírói kérdésre, hogy kell-e viselni az egyenruhán. És ha kell, akkor most miért nem volt? Akkor én elmondottam volt, hogy a bevetési ruhán nem kötelező egy ORFK utasítás értelmében, ha azonban rendes, sima egyenruhát viselünk, akkor azon kötelező viselni, kivéve, ha a parancsnok úgy dönt, hogy a meglévő akcióban a sérülést okozhat, ebben az esetben levehető. Most ez azért érdekes, amit mond, mert ugye itt az elmúlt napokban a Magyar Hírlap megszerveztette, hogy Bene László országos főkapitány egy belső utasítást hozott szeptember végén, hogy bizonyos esetekben a gyakorló ruhán nem kell viselni. De ezt ma a rendészeti minisztérium cáfolta, azt írták, hogy nincs ilyen belső utasítás, és azt is írták a közleményükben, hogy minden esetben kell az azonosító, ami egyébként logikus is, mert hát a törvény azért van, hogy az intézkedő rendőrt azonosítani lehessen. Én nem tudom, ki mit írt. Mi az ORFK utasításból dolgoztunk, és dolgozunk a mai napig is. Ezt idéztem be önnek. Volt ilyen utasítása egyébként Bene Lászlónak, vagy nem volt? Bocsánatot kérek. Az adás után, hogyha itt van abban a mappában, löveszem, és az utasítás. Oda teszem, persze. Tehát van egy utasítás. Ez a 12/2006. Azt hiszem, ez lesz az. Akkor valaki nem mond igazat, ne haragudjon, a rendészeti minisztérium közleménye most jelent meg. Azt mondták, hogy nincs ilyen utasítás. Ön azt mondja, hogy a rendőrfőkapitány utas, az országos kapitány utasítására. Lehet, hogy a minisztériumban nincs meg, de nálunk meg kell, hogy legyen. Tehát akkor volt egy utasítás arra, hogy önöknek nem kell ebben az esetben az azonosító jelzést használni. Így van, ez rendelkezésre. Kérném, 12/2006-os. Na, én ugyanezt mondtam, ez az, amit a minisztérium ezek szerint megpróbált cáfolni, ugyanakkor azt mondják, hogy minden esetben kötelező, mert a törvény kötelezővé teszi, és hát logikus is, hogy azonosítónak kell lenni, hiszen hogy vonják utána felelősségre azt, aki... Én úgy gondolom, hogy amennyiben valaki bejelentést tesz a tisztelt ügyészségen, aki ki fogják vizsgálni, akkor a tisztelt ügyészség meg fogja találni annak módját, hogy adott esetben, ha valaki törvénysértés követett el, beazonosítsák. Ön, amikor főkapitány lett, itt ült nálam, és azt mondta, hogy a törvény a szent, és azt ő minden módon betartja. Ugyanakkor én katonakoromból emlékszem arra, hogy a parancs is szent, de a parancsot meg lehet tagadni akkor, hogyha törvénytelen. Ebben az esetben ön mit gondol? Törvénytelen dolog az, hogy a ruhán nincs azonosító, vagy törvényes? Abszolút törvényes, hogy nem volt azonosító, hiszen erre az ORFK utasítás lehetősége. Jó, hát akkor ezt majd ki kell vizsgálni, mert a minisztérium azt mondja, hogy ezzel az utasítással nyilván nem lehet egy törvényt felülírni, tehát erre majd... Hát ezen el lehet majd vitatkozni a jövőben. A maszk, illetve az, hogy nem lehetett fölismerni az ön rendőreit, mert sisakban voltak. Ez mennyire vonatkozik egy olyan fiatal emberre, aki civil ruhában van, és rendőri sisakot visel? Ön hogy viseli azt, hogy valaki civil ruhában ott az akció közben az ön embereit utasítja, megbeszélést tart velük, utána elmegy, és a tüntetők között elvegyül, majd visszajön, ismét sisakban van?
Ezt esküszöm, nem értem ezt a kérdést. Nézzük meg. Van egy Györgyek is fiatalember, illetve van egy másik is. Ez az MTV székháznál, az urat úgy hívják, hogy Kökényesi Gábor. Ezt csak azért mondom el, mert hogy itt már, ez már 23-án van, ott van Bőrcsekiben, törölgeti az egyik sisakos rendőrének az arcát valamiféle könnygázmentesítőszerrel. Aztán pillanatokon belül majd látjuk őt sisakban is. Itt van ugyanez az ember. Hogy került hozzá ez a sisak? Nem ismerem ezt az urat. Most láttam először. De hát valaki mégiscsak beavatkozott ebbe a dologba. Erről az úrról azt kell tudni, most már azt nyilvánosságra hozták, hogy újságíró. Véletlenségből kiderült róla, hogy az MSZP sajtósa volt, aztán a Kultusztárca sajtósa volt, miközben ön azt állítja, hogy semmiféle politikai befolyás nem volt. Hát természetesen nem volt, de állampolgárként bocsásson meg, ha sérült a rendőr, akkor ön nem segítene rajta? Hát ez azért érdekes csak, mert vétlen embereket jól megvertek, viszont hogyha valaki oda megy egy sisakban, amiről azt is feltételezhetnék a rendőrök, hogy egyik társukat ütötte le, és onnan szerezte ezt a sisakot. Elég érdekes az, hogy rendőri sisakban megy oda valaki, civilként. Én most láttam először ezt a felvételt. Ki fogja vizsgálni ezt az ügyet? Kíváncsi vagyok rá, hogy került oda ez az úr, akit én természetesen nem ismerek, de azt is hozzá kell tennem, hogy rengeteg állampolgár segített nekünk, és segítettek a sérült rendőreink ápolásában. Azok mind kaptak egy-egy sisakot? Ezt nem tudom, hiszen én a parancsnoki harcállásponton ülök, és nem ezt látom, hanem vezénylem az egész akciót. Amikor a sajtótájékoztatója volt, akkor kérdezték öntől, hogy miért volt az embereinél vipera. Ön azt mondta, hogy mutassanak nekünk ilyen felvételt. Mutathatunk? Természetesen lehet, én is láttam azóta, elém tettek egy fényképet, miután a TV felvételket nem volt időm megnézni. Nézzük meg akkor ezt a néhány felvételt az eszközökről. És közben hagyj kérdezzem meg öntől, hogy mi ez az eszköz, amit itt látunk a felvételen, hogyha nem vipera? Kérném szépen a kollégáim, mert én nem értek ezekhez a szerkezetekhez, azt magyarázták el nekem, hogy nálunk természetesen rendszeresítve van ez az eszköz, ami azon a felvételen, amit elém tettek. Hol van rendszeresítve? Milyen alakulatok? Különböző alakulatoknál rendszeresítve van, különböző egységeknél rendszeresítve van, de ez szerkezetileg nem ugyanaz, mint amit állítólag a különböző piacokon asztal alól lehet kapni. Még egyet szeretnék hozzátenni, amikor én nagyon régen nyomozó voltam, akkor nekem is volt ilyen teleszkópos szerkezet, amit gumibot helyett adtak nekünk, tehát összetolható volt, és teljes egészében hasonlít a nyíl része ehhez. Emlékszem még a régi időkben. De akkor mi a különbség a vipera meg e között? Nem tudom, nem én vagyok a szakember, hiszen nem vagyok műszaki szakember. Nekem ezt magyarázták el, hogy van némi különbség. Mert azóta az ott kapott ugye, és az azóta, rendszeresített. Azóta ugyanazt mondta, hogy ugye ez egy rendőrbot. A rendőrbotot nem írja külön a törvényre, hogy pontosan milyen. De azért az ember azt gondolja, hogy a rendőrbot az egy viszonylag nagyobb átmérőjű, fájdalmat okozó, de súlyos sérülést nem okozó eszköz. Ez az eszköz ezzel a vékony átmérőjével, olmos fémből lévő eszközként, hát valószínűleg sokkal súlyosabb sérüléseket okozhat. Ez rendszeresítve van tömegoszlatásnál? Kérem szépen, az ön kezébe se volt, az én kezembe se volt. Nem tudjuk, hogy ez milyen műszaki paraméter. Na de hát önnek azért tudnia kéne, mert én nem láttam még ilyet, de azért tudom, mi az, hogy vipera. Milyen műszaki paraméterekkel rendelkezik ez, ami rendszeresítve van nálunk a különböző egységeknél, hiszen ezt nem tartom az íróasztalon. Azok az alakulatok, amelyeknél ez rendszeresítve van, azok oszlatásra is fel vannak hatalmazva ezzel az eszközzel? Gyakorlatilag a saját életük, testi épségük védelme érdekében igen, de én úgy gondolom, nem tudom, de úgy gondolom, hogy talán ezt nem használták. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, én nem tudom, de a saját életük, testi épségük védelme érdekében adott esetben még a nekik dobott követ is használhatják, hiszen különböző kövekkel dobálták. Most nem akarom felolvasni, mert az időt nem akarom húzni, én is megnéztem. A törvény azt mondja, hogy akkor használhat ilyet, hogyha rendszeresített más eszköz nincs nála. Ezek az emberek alig föl voltak fegyverezve. Hát először is lőfegyver tilos használ. Hát nem, de ott volt náluk a úgynevezett vipera, vagy a rendőrbot meg, tehát gyakorlatilag felfegyverzett emberek voltak rendszeresített eszközökkel, a törvény pedig csak akkor engedi meg a kő használatát, hogyha nincs más. Természetesen ez így igaz, ha nem áll rendelkezésére más eszköz, viszont egyet hozzátennék, hogy a rendőrbotnak, ahogy ön is említett, és nagyon helyesen, nincs meg a definíciója.
Ugye gumilövedéket fejmagasságban, könyvgázgránátot a tömegben, nagyívben, nem tudom mennyire törvényes. Kérném szépen, a tömeg és a rendőri egység is állandó mozgásban volt. Itt célzott lövést leadni lehetetlen, tehát fizikai lehetetlenség. De az előző vendégem azt mondta, hogy 6-8 méterről fejre lőttek, hát a lábra lőni lehet, meg derékon alul lehet lőni. Itt majdnem mindenki fejen meg vállon sérül. Kérném szépen, mozgásban lévő tömegben, mozgásban lévő rendőri egységnél fizikai lehetetlenség célozni. Tehát nem lehet célozni. De azért azt lehet, hogy fölfelé lövök, vagy lefelé lövök. Hát természetesen lehet földre és lehet fölfelé lőni. De egy mozgásban lévő tömegnél, ahogy említettem ennek, a kollégák kezébe állandóan mozog, a tömeg mozog. Én úgy gondolom, hogy ez egy picit a kákáncsomó keresés. Jó, azt mondta az előbb, hogy nem lehetett mindenkinél mérlegelni, hogy miért van ott. Révész Máriusz országgyűlési képviselő igazolványát felmutatva ment oda, nála nem nagyon kellett mérlegelni. Nem ismerem a részleteket, de azt tudni kell, hogy amikor egy pajzsos osztató sorfal megy, ott, pláne sötétben, egy kis alakú igazolványt, még ha fel is mutatja valaki, azt lehetetlen látni. Eszméletlenre verték, illetve eszméletlen volt, miután fejbe vágták, majd utána valahogy eltört a lapockája. Ő is nyilván földön feküdt már, amikor eltörték. Ezt nem tudom, hogy történt, hiszen én egy tévénnyilatkozatát láttam a képviselő úrnak, aki azt mondta, hogy nem emlékszik rá, hogy mi történt. Egy pap, egy jezsuita pap zászlóval a kezében nem volt felismerhető vajon az emberei számára papi ruhában? Ilyen részleteket nem tudok. A zászló miért ingerli? De egyébként bocsássam meg, én úgy gondolom, hogy egy papi ruha, amit viselhet jogosult és viselhet jogosulatlan személy, nem mentesíti az önkéntes jogkövetés alól semmit. A rendőrruhát ugyanígy viselheti valaki. Ugye hallottuk az egyik sérültől, hogy Buddán a Clark Ádám téren ugrott ki 4-5 ember rendőrruhában, rendszám nélküli 2 gépkocsiból. Ön honnan tudja, hogy nem értek vissza a rendőrségnek a helyzetével, nem álcázta magát valami szadista rendőrnek, csak hogy verekedhessen? Elvileg ez nem is volt rajtuk semmiféle azonosító. Elvileg ez is lehetséges, nekünk minden gépkocsinkon van rendszám. A papra visszatérve, a napokban a temploma előtt akart forgatni egy lengyel, meg egy magyar, illetve a Hírtelevízió tévéstábja önre hivatkozott 2 rendőr, szintén azonosító jel nélkül, hogy az ön parancsára nem lehet ott forgatni. Én nem tudom a részleteket, azt viszont tudom, hogy a forgatás végül is létrejöhetett, mert rendőrénk levonultak, és még egy, a közterületfelügyelet kérte fel intézkedésre és igazolásra, segítségre a rendőreinket, rendőrénk oda mentek, törvényben lefektetett kötelezettségünk eléget tettek, majd levonultak. Nem igazolták magukat ezek a rendőrök, majd elrohantak, és azt mondták, hogy Gergényi Péter parancsa. Már csak azt kérdezem meg, hogy nem fél attól, hogy önt most itt benne hagyják ebben a bajban? Hogy valamit végrehajtottak önnel, és aztán ott hagyják? Kérem szépen, a rendőri vezető, és egyáltalán a rendőr 2 dolgot tehet. 1. Nem foglalkozik a politikával, 2. a törvényeknek veti a hátát. Én is ezt teszem. Nem foglalkozik a politikával, de azt honnan tudja, hogy az önnek utasítást adó országos rendőrfőkapitány nem kapott politikai utasítást? Bocsánatot kérek, nekem van egy főnököm, akit országos rendőrfőkapitánynak hívnak. Én a műveletre, én Gergényi Péter adtam utasítást, természetesen egyeztetve országos főkapitány úrral, hiszen ő a hivatali felettesem, hogy ő ezzel egyetértett. Ez természetesen följogosított arra, hogy a műveletet lefolytassam. Főkapitány úr, köszönöm szépen. Én köszönöm a megtisztelő meghívást.